Köszöntöm a Zsolca Televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. Helyi közéleti magazin műsorunkban a közelképben beszámolunk az AMK Platida óvodájának farsangjáról, az Alsó Zsolcai Családgondozó Központ átadásáról, de hosszabb összefoglalót láthatnak a második Avas Felső Zsolca nemzetközi kézilabda tornáról is. Tartsanak velünk! Az elmúlt hétvége erős havazása próbára tette a közterület fenntartókat. Felső Zsolcán jelenleg minden út járható, a Gamesz pedig már a hókupacok elszállítását is megkezdte. A szokatlanul nagy mennyiségű hó sem okozott fennakadást a zsolcai közlekedésben. A Gamesz már a hétvégén megkezdte az utak és a közterületek takarítását, a hét elején pedig a hókupacokat is elszállították. Igyekeztünk a Meteorológiai Intézet előrejelzésének külön felkészülni erre a hétvégére. Szombaton délutáni órákban a közutakon előre sóztunk. A leesett hó mennyiségének függvényében elkezdtük a buszmegállók, zebrák, a Dózsa-György út, Árpád fejedelem útja, a Rákóczi út, Kossuth-Lajos út, a Toldi Miklós utca, a Kazinci és a többi utcáknak, valamint a kerékpár útnak a kézi, illetve a gépi takarítását. Ezt követően a sorrend a többi területre, a polgármesteri hivatali parkolója, az okmányiroda parkolója, az egészségház udvara, a kerékpárút a Kassai és az Ongai úton, a Szent István iskola udvara és parkolója, a Kazinci iskola udvara, a különböző útkereszteződések, valamint a Hősök tere. Ezeken a területeken a hóesés intenzitásának függvényébe tudtuk tartani a tempót, úgyhogy hétfő reggelre úgy az ügyfélfogadás, mint a gyalogosok és a gépjárművek közlekedése a város területén biztosítva volt. A szóróanyag az előre el lett készítve, körülbelül 5-6 mazdányi területet mennyiséget szortunk ki, és ezen kívül még a Felső-Zsolcai ipari zónába is az összes önkormányzati fizes utat letakarítottuk. Mi munkánkat a saját Gamesz dolgozóinkon kívül a rendelkezésre álló közmunkaprogram alapján lévő létszámmal egészítjük ki, ami a jelenlegi nagy mennyiségű hó lehullásával is kezelhető, és nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben is ezt folyamatosan tudjuk végezni. A hó eltakarításban a lakosságnak is vannak kötelességei, néhány esetet leszámítva ennek eleget is tesznek. A lakosságtól érkeztek panaszok, de nekik elsősorban a hatályban lévő önkormányzati rendelet értelmében az ingatlannal határos járdát, valamint az oldal határon álló területet kell síktalanítani, hómentesíteni. Úgy kell elhelyezni az összegyűjtött havat, hogy az semmiképpen se a gépjármű, se a gyalogos közlekedést ne akadályozza. Mi most a közterületekről az enyhe időjárás segítségével tesszük ezt mindaddig, amíg komolyabb hideg nem lesz, és ezt amennyiben a meteorológia is segít bennünket, akkor ezt egy-két napon belül be is tudjuk fejezni. Változó a lakosság hozzáállása, vélelmezhetően azok, akik panaszkodtak és mondogatják, azok nem ismerik a helyi önkormányzati rendeletet, de többnyire a önkéntes jogkövetés értelmében az ingatlanjuk előtt takarítják a havat és síktalanítanak folyamatosan. Családgondozó központot avattak Alsó Zsolcán. A biztos kezdett gyermekháznak is otthont adó korszerű létesítmény a felsőzsolcai gyermekvédelemben is fontos szerepet kap. Alsó Zsolcán évek óta működik gyermekjóléti szolgálat, amely azonban az idők során kinőtte épületét. A szomszédos város önkormányzata ezért pályázatot nyújtott be, és 50 millió forintos támogatást nyert el a már meglévő épület modernizálására. A kibővült és akadálymentesített létesítmény átadásán elhangzott. A kistérségi gyermekvédelem kapcsán a két város, Alsó-Zsolca és Felső-Zsolca szakemberei között szoros és jó az együttműködés. Alsó-Zsolca környéki gyermekjóléti társulás van, Alsó-Zsolcán, Felső-Zsolcán és Sajó-Pálfalán. Ilyen szerepet kap a kistérség, hogy részekre bontotta ezt a feladatot, és így látjuk el. Rettenetesen fontos feladat, hiszen azt látjuk, hogy a
társadalmi problémák kezeléséhez önmagában a pénzbeli ellátások kevesek. Nagyon fontos, hogy mellé tegyük azt a szociális munkást, azt a gondoskodást, és azt a szakértelmet, amit a gyerekjóléti központok és a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai képviselnek, és amit ők tudnak. Alsó-Zsolcán is helyi lakosok látják el a gyermekvédelmi tevékenységet, és Felső-Zsolcán is, csak a munkáltatói jogkörben vannak változások. Jó a kapcsolat közöttük. A központ felújításával és kibővítésével egy 190 négyzetméteres akadálymentesített épületet alakítottak ki, amely az úgynevezett biztos kezdett gyerekháznak is helyet ad. A megnyitón a helyi művészeti iskola diákjai adtak rövid műsort. Biztos kezdett gyerekházak célja a hátrányos helyzetű településeken nehéz körülmények között élő családok gyerekei számára olyan szolgáltatások biztosítása, melyek hozzájárulhatnak későbbi iskolai sikerességükhöz. Alsó-Zsolca az első között csatlakozott ehhez a programhoz. Mindig nagy öröm, amikor egy ilyen új épületet adhat át az ember. Különösen nagy öröm az, amikor délelőtt megismerkedtünk Alsó-Zsolca problémáival, azzal, hogy kimagaslóan sok a rossz anyagi körülmények között szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekek száma Alsó-Zsolcán, és akkor megismerünk egy olyan épületet, ahol egy nagyon kulturált ügyfélszolgálatra van lehetőség, ahol a gyerekek játszhatnak, amíg a szülőkkel foglalkoznak, és az egésznek a hangulata, az eleganciája az jelzi azt, hogy az önkormányzat milyen fontosságot, milyen jelentőséget tulajdonít ennek a munkának. Az iskolákban, óvodákban naponta jelen vannak a gyermekjóléti szolgálatosok, és idő is áll rendelkezésükre a pedagógusoknak és a szülőknek is, hogy felkeressék problémáikkal a gyermekjóléti szolgáltatást. Az 58 millió forintos összköltségű beruházásnak köszönhetően immár kényelmesebb és modernebb körülmények között működhet a gyermekjóléti szolgálat Alsó-Zsolcán. A Farsang vízkeresztől, vagyis január 6-ától a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazó szerdáig tart. A Farsang a tavasz várás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki. Gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszemiszom és az advent lezárulásával a párkeresés, udvarlás időszaka. Na és persze a jelmezeké. A plati óvodások farsangja, mi is ott jártunk. Jaj, de jó, mindenki mulasson velünk, éljen a vidám Dávidó! Tündérek, varázslók, hercegnők, kóbolyok, pókemberek, krokodilok. Ezek voltak a legnépszerűbb jelmezek idén az AMK Platiida óvodájának farsangján. Az avisok egyébként idén már a rendezvények házában tartották farsangi mulatságukat. A szülők nagy örömére, hiszen nem kellett végre az óvoda szűkös aulájában szorongani. A csoportok sorra mutatkoztak be, a szülők pedig fotózhatták a kicsiket. Köszönöm, hogy
vált valóra azzal, hogy ebbe a szép épületbe jöhettünk ma, és itt ünnepelhetjük a gyerekek szép kis ünnepét, a farsangi karneválunkat. A jelmezválasztás és készítés több hetes előkészületeket kíván. A gyerekek néha különleges ötleteit a szülők mindig igyekeznek megvalósítani. Az első farsangja, úgyhogy nagy izgalommal várja. Reméljük, hogy jól fog sikerülni. És minek öltözött, ő választotta a jelmezt, vagy pedig a szülők segítettek? Hát először közösen fognak beöltözni krokodilnak az egész csoport. Egy kis táncot fognak eljárni, meg verselni fognak, és utána hát az én lányom éppen hercegnő lesz, az almafa hercegnője. Ő választotta egyedül a jelmezt. Várják, igen, készülnek rá, fontos esemény. Én magam is örülök, hogyha vannak ünnepnapok az életünkben, mert ezek mássá, boldogabbá, szebbé teszik a mindennapokat. Egy igazi ünnepet tudnak maguknak varázsolni, felöltözhetnek, és annak képzelik magukat, amik éppen szeretnek lenni. Tehát ha valaki éppen egy szakácsnő akar lenni, úgy, mint én, akkor most éppen szakácsnőnek fog felöltözni, vagy pedig éppen egy Batmannek a fiúk, akik nagyon szeretik a pókembereket is. Tehát igazából én szerintem azért szükséges a gyerekeknek, hogy minél felszabadultabbak legyenek. Vegyük elő az igaz mulatokat! És azért lesz, hogy fáradt, mert veszi a televízió. Ott van mögöttünk. Figyelj, integessük gyorsan fel a kamerába! Oda a tévébe, oda forduljon, ez a nagyon jó! Nagyon jó! Most felér fordulsz! Elővesszük a kezecskéket, és azt fogjuk énekelni, hogy la 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 la. Már hetek óta tényleg ebbe a lázba égnek, hogy otthon is mondják a versikéket, meg a óvodába is gyakorolnak, tegnap átjöttek ide próbálni, hogy autentikus környezetben legyenek, úgyhogy régóta ebben élnek. A Platida óvoda gyerekei számára igazi báli hangulatot idén is a Csiribiri együttes teremtett. Az együttes már évek óta visszatérő vendég Felső Zsolcán. Mivel, hogy szeretjük a gyerekeket, és ezt ők is érzik, ebből kifolyólag a zenénk is olyan, hogy ő hozzájuk szól, és maga az előadásmód is úgy gondolom, hogy eléggé gyerekes, szóval nem kifejezetten látszik rajtam, hogy felnőtt vagyok, amikor a gyerekműsorban énekelek, vagy éppen szórakozok velük. Jaj, de ügyesek voltunk, egy napot magunknak!
a zenei műfajt követve, a zenei váltásokat az évek során így tudunk valamelyest megújulni, de én úgy gondolom, hogy igazából a zenekarunk nem tud a bőréből kibújni, hiszen van egy stílusunk, Zolinak, aki ugye szerzi a dalokat, általában a szövegeket is, tehát van egy stílusa, amit megszoktak, legfeljebb azon tudunk változtatni egy kicsikét gyorsabban, lassabban, más jelleggel, tehát teszünk bele mondjuk egy kis szamba ritmust, egy kis mambó ritmust, amivel fel tudjuk dobni a dolgokat. Gyerekek fogékonyak erre? Igen. Igazából most már ezeket a, nem az, hogy dübögős dalokat, hanem azokat a dalokat kedvelik, amikre lehet ugrálni, tehát folyamatosan ezek az ütemes dalok, nem ezek a lassúak, azokra hogy eltújulnak a gyerekek. Olyan, mintha unalmassá válna a műsor, pedig nem unalmas, akkor sem, csak a gyerekek olyankor hirtelen úgy megtorpanak, hogy most mit csináljunk, lassú a zene? Veled meg a másikat is. Szóljon egy jó kis öcsis dal, figyelj! Hallottam, ha azt mondják, mindig butákat beszélsz. Miért? Hát a gyerekek ezt mondják. Miért? De fajszangom, ha majdnem olyan vagy, mint egy... Na mi vagy? Anka, van egy jó ötletem. Mit szólnátok hozzá, ha megfognátok anyának vagy apának a kezét, és idehoznátok táncolni? Júj, ez jó lehet, a futás! Hallásuk, ki olyan bátor, hogy ide jön? Szalad, hozz ide az anyuk meg az apuk, vagy az anyuk, vagy az apuk, és utána elénekeljük az öcsis dalt. Biztos fognak neki örülni. Nagyon jó, meg vannak anyujék. Na, meg vannak? Ez az. Na, akkor keresztbe rakjuk itt a kezünket. Úgy, engedd el anyuk kezét, most már ott van mellette, és táncolhatunk. Szóljon a dal. Ide jöhettünk, mert sokan vagyunk, mint ahogy látszik, tele van szinte a velünk az óvodával ez a terem, és örülünk, hogy mindenkinek helyet tudunk adni ezen a mai napon a rendezvényünkön. Miben segítenek a szülők? A szülőkre mindig mindenben számíthatunk, mint ez ma is látszódik. Segítenek abban, hogy minden szülőnek megfelelő ellátást, a gyerekeknek gondoskodást biztosíthassunk, és hát, hogy ez a terem szolgálja a mai napot, ez is mindannyiunknak, nekik is köszönhető. A szülői munkaközösségnek ilyenkor elég sok dolga van. A legtöbb szülőt meg szoktuk kérni, hogyha tud, akkor hozzájárulna egy kis süteménnyel, kekszel, üdítővel, ezzel, azzal a farsankhoz, amit itt a büfé keretén belül szoktunk árulni.
Csiribiri együttes minden bizonnyal emlékezetesé teszi ezt a farsangot is a gyerekeknek, s hogy mennyire jelentenek maradandó emléket a gyerekkori farsangok? Erről kérdeztük a felnőtteket. Gyerekkoromban nem jártam óviba sajnos. Elkerült az óvoda messziről, nem tudom miért. A lényeg az, hogy nekem a gyerekekkel töltött farsangok a legszebbek, amiket mióta énekelünk a gyerekeknek, csináljuk ezt az együttest együtt a férjemmel, Zolival, azóta ezek a farsangok a legjobbak. Hát ennek lassan már 20 éve. Hát mindjárt meg is mondom, ez konkrétan 24 éve. Elég hosszú idő, de igazából én az együttesben 15 éve vagyok. Tehát én vele együtt 15 éve csinálom, és azóta ezek a farsangok szépek. Nem tudom, talán én is hercegnőnek öltöztem, és a nővérem segített a kis csillagokat felragasztani a ruhára, azt hiszem ez az, ami úgy megmaradt. Nekem is vannak szép élményeim a farsangi karneválokról, felvonulásokról, hasonló, mint amilyeneket most láthatunk. Második alkalommal adott otthont a nagymúltú Avaskupának a Felsőzsolcai Rendezvények Háza. A nemzetközi kézilabda tornára Szlovákiából és Csehországból is érkeztek csapatok. Hát nagyon jó mérkőzéseknek nézünk elébe. Van a Cseh NB1-es első ligás, a szlovák első ligás és a román első ligás csapat. A román első ligás csapat tavaly ő nyelte meg a Avas Felsőosza kupát. Neves csapatok vesznek részt a mérkőzéseken, a Cseh Lovosice NB1-es csapata a nemzeti bajnokságban előkelő 5. helyen áll. Itt van a szlovák bajnokság éllovasa, a Kassa csapata. Tavaly is már jelen volt a Szatmárnyi Metti-Román bajnokság NB1-es csapata, és természetesen a házigazdák, a Diós Győr is fémjelzi ezt a tornát. A Pécs NB1-es csapata, illetve a Nyíregyháza volt beharangozva, sajnos tegnap lemondták a szereplésüket váratlan okból, és ezért itt egy picikét a szervezőknek át kellett alakítani a menetrendet, de én úgy gondolom, hogy ez a kétnapos tornát nem befolyásolja. Sajnos a Nyíregyháza visszalépett, és így 5 csapat maradt a 6-ból, és körmérkőzést kell játszani. Az a helyzet ebben az egész dologban, hogy nagyon rosszul tegnap az utolsó pillanatban szóltak, és a Kovács Mihály, a világválogatott elektromos játékos, az edzőjük, ő összepakolt és azt mondta, hogy nem kíván Nyíregyházán edzősködni. Tehát ilyen rossz helyzetben van ma a kézilabdasport Magyarországon? Egyes régiókban, és sajnos Milánk a keleti régióban is így van. Az az igazság, hogy ezt az Avaskupát mi hoztuk létre, legalábbis én. A 70-es években a Miskolc Városi Sportcsarnokban rendezték meg ezt a tornát. Akkor a Debreceni Dózsa Süvöltőséggel, az Ózdi Kohász, a Marosiékkal, a Kassa, Tatrán Prezsov, ezek a csapatok voltak a téli felkészülési tornán, és én ezt a tornát akartam most újra életre kelteni, de sajnos a miskolci sportcsarnokban olyan irreális árakat kérnek, hogy itt csak a Fehér Attila polgármester úrral és a Pataki Sándor úrral megbeszélve így tudtak ennek a tornának a segítségére sietni. Jó helyszín az erre? Nagyon jó helyszín lenne, nagyon jó helyszín, mert a környékről, a környéken nagyon szeretik a kézilabdát, Alsó-Zsolca, Felső-Zsolca, Onga, Szikszó, tavaly is jó 300 néző volt. Én úgy gondolom, hogy elsősorban
igazán sport események megrendezésére alkalmas, természetesen több funkciós a létesítmény, és voltak már itt koncertek, különféle nagyobb szabású céges, illetve magánrendezvények. Arra törekszünk, hogy minél jobban megtöltsük élettel, tartalommal, és többek között ez a múlt heti borosi torna, kétnapos torna, ez a kézilabda mérkőzés is ezt a cél szolgálja, illetve a kisebb osztályban játszó csapatoknak februárban a Kerekes Mennyhért nagy múltú torna rendezvényének ad majd otthont a rendezvények háza. Így első ránézésre ez egy teljesen új sportcsarnok, hát majd kiderül mérkőzésen, a talaj az így jónak néz ki, tehát nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz. Fűtéssel nincsen gond, szóval szerintem amire kell, arra jó. Úgy gondolom, nagyon jó kezdeményezés volt 2008 telén, pontosan egy éve megkeresett minket a Megyei Kézilabda Szövetség, hogy rendezzük meg ezt a régi nagymúltú Avas kézilabdatornát. Így váltott nevet Avas Felső Zsolca kupára. Nagyon jó kezdeményezés volt, és a polgármesteri hivatal is, a rendezvények háza is mellé állt ennek a kezdeményezésnek, és immáron második alkalommal rendezhetjük meg ezt a igen, neves tornát. Hallottunk erről a tornáról, hogy jó csapatok lesznek, megfelelően szolgálja a felkészülésünket, meg hát azt is tudjuk, hogy a keleti régióból azért nem nagyon találkozunk senkivel, van mit tanulni tőlük is. Más stílus, jó lesz nekünk a felkészülésre, hogy egy picit fejlődjünk, reméljük. Ugye mi az NB1B-be szereplünk, ez a keleti régióban, és a második helyen állunk a Diósgyőri KC-vel, és ezt a felkészülési tornát terveztük arra, hogy felmérjem azt, hogy a tavaszi felkészülésünk hogyan is áll tulajdonképpen. Nagyon jó nemzetközi mezőny jött össze, ugye három első osztályú külföldi csapattal találkozunk. Az egyik az, akivel most fogunk játszani, ez a Lovosice csapat, ez cseh első osztályban játszik, illetve a Kassa, aki a szlovák első osztályban, és a Szapmán Németi, aki a román első osztályban szerepel, illetve a Pécs, aki a nyugati oldalról a második helyen áll a NB1B-ben. Tehát nagyon jó felkészülési tornának ígérkezik, és nagyon jó erőfelmérő a tavaszra, mert Miskolcon nagy terveket szövögetünk, és a tavasztól függően kerül majd eldöntése az, hogy most NB1-esek leszünk, vagy maradunk NB1B-ben. Az első kitűzött cél az volt, hogy dobogóra kerüljünk, de mivel úgy állunk, hogy egy pont van az első és a második helyezett csapat között, ezért van egy kis esélyünk arra, hogy megnyerjük a bajnokságot és feljussunk az NB1-be. Megvannak az anyagi feltételek, nagyon jó embereket és tulajdonképpen szponzorokat találtunk arra, hogy ez menjen. Nyugodtak a feltételek, nyugodtan tudunk készülni. Eddig az elmúlt 4 hétben heti 7 edzéssel tudtam a csapatot felkészíteni. Most még nagyon benne vannak a lábakban az edzések, kicsit fáradt a csapat, de most kell kijönni a csúszterhelésnek, tehát a következő 2 hét arról szól, hogy frissítsük a csapatot. Jelen pillanatban az nyugati második osztályban második helyezettek vagyunk. Egy pontra vagyunk az első helyezett Váctól, szeretnénk feljutni, úgyhogy az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Épp most a kézilabdában egy generációváltáson megy keresztül a két felnőtt válogatottunk, hogyha ehhez viszonyítjuk a magyarországi helyzetet. A nőknél ugye 9-ek lettünk a világbajnokságon, és most az Európa-bajnokságon a férfiak egy kicsikét leszerepeltek éppen a csehekkel szemben, de én úgy látom, hogy nagy szükség van arra, hogy fiatalítsunk, és egy generációváltást helyezzenek eredményesebb keretek közé. Tehát azt mondom, hogy jó helyzetben vannak a válogatottak. Viszont ha azt nézem, hogy milyen anyagi feltételei vannak a mai magyar kézilabdázásnak, azt kell mondjam, hogy a gazdasági válság az rányomta a bélyegét minden egyes csapatnak a működésére, főleg az alacsonyabb osztályokban szereplőkére. Itt most átalakul azzal, hogy lesznek amatőr csapatok és lesznek profi csapatok, és az, ami eddig fél amatőr volt, tehát még volt pénz a kézilabdára az önkormányzatoknak, azok most kezdenek megszűnni, és kialakul majd egy olyan réteg, ami egy magasabb szintet képvisel, és kialakul az amatőr tömegsport kézilabda Magyarországon szerintem. Tehát innen jön az utánpótlás, nem? Hiszen egy zsolcai csapat, amelyik sorra nyeri a bajnokságot, ez adná az utánpótlást önöknek is.
Igen, én egy kicsit megfordítanám ezt a dolgot. Én szeretném inkább azt, hogy minél több ilyen csapat legyen, mint a Zsolca, és minél többen kézilabdázzanak Magyarországon, és minél több olyan csapat legyen, ahol esetlegesen felbukkanhatnak olyan játékosok, akikre számíthatok. Én pedig, mint a Miskolci Sportiskolának az igazgatója, azt reményezem, hogy azok a játékosok, akiket mi megtanítunk kézilabdázni, és nem kerülnek magasabb szintre, azok játszanak olyan csapatokban, mint a Zsolca inkább. Véleményem szerint Csehországban és Németországban a legkedveltebb sportnak a futball számít. Utána következik a röplabda és a kézilabda. Am ersten Fußball und dann sind Volleyball, Handball. Magyarországon igen népszerű játék, de Szlovákiában nem igazán. Mindig is szerettünk Magyarországon játszani, mert mindig sok szurkoló ellátogat a mérkőzésekre, és nagyon szeretjük, ha a közönség kedvéért játszhatunk. Büszke vagyok a csapatunkra, a játékosok többsége Lovosicei lakos is. Örülök, hogy most itt lehetek velük, remekül játszottak. Nyáron már játszott a csapat a mezőkövesdiekkel, akkor ők voltak nálunk. Csehországban a jégkorong és a foci után a kézilabda a legnépszerűbb sport. Nagyon élesre számítok, tehát én azt számítom, hogy első osztályú csapat ellen fel tudjuk venni a harcot és a küzdelmet. Reményeim szerint ott tudunk maradni velük a végsőkig. Konkrét eredményre nem tudok tippelni. Nem ismerem őket egyáltalán, nem láttam még őket játszani. Lovosicéből jöttünk, az első osztályú extraligában jelenleg a 6. helyen állunk. Ebben a szezonban szeretnénk az 5. vagy a 3. helyre kerülni. Most jöttetek le a pályáról, egy góllal kaptatok ki. Ez a meccs igazán jó volt, bár sajnos számunkra rosszul végződött. Meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést. Nagyon sajnáljuk, hogy mégsem sikerült. Mi volt a gond? Azt gondolom, az lehetett a baj, hogy nem koncentráltunk eléggé, és nem volt kellő számú jó lövésünk sem. A mérkőzések jó felkészülést biztosítanak az új szezonra, a szezon második felére. Hamarosan Miskolc csapatával fogunk összecsapni, ami jó lehetőség a gyakorlásra. Az előző és az azelőtti szezonban is a másodikak voltunk. Most a Szlovák Ligában játszunk, jelenleg az 5. helyen állunk, és az a célunk, hogy jó helyen zárjuk a szezon végét. Sajnos 5 játékosunk sérüléssel küszködik, így a fiatal játékosokat is kipróbáljuk most.
rossz állapotban volt. Ugye nem is, tehát a homlokzatát, ami a iskolá felé nézett, az rettenetesen lepusztult, mállott róla a vakolat, tehát nagyon, nagyon elhanyagoltnak volt mondható. Ugye korábban ezt iskolának használták, akkor nem is emlékszem pontosan, hogy akkor működött-e még iskolaként, de azt követően, hogy az évek során történtek bizonyos átalakítások, általában az épület kárára, tehát a volt híves ablakok helyében vas acél, korszerűtlenebb acélszerkezeti ablakok, a volt éveket kiváltották acélszerkezetekkel, tehát egy nagyon, nagyon rossz állaga volt az épületnek, mielőtt ugye a munkálatok, a felújítási munkálatok elkezdődtek. Az maga rettenetesen rossz lelakott állapotban volt, és pályázati lehetőség volt, tudtam arra, hogy ez felújításra kerüljön. Információm szerint a megyei önkormányzat keretében működő pályázati lehetőségek adták a keretet, az anyagi keretet a munkálatoknak az elkezdéséhez, illetve befejezéséhez. A terveket Rudolf Mihály építész készítette, aki most jelenleg a városnak a főépítésze, azóta Ibl-díjas. Hát nagyon igényesen, profi módon nyúlt az épülethez. Az volt az egésznek a célja, hogy úgymond a jelen vagy a jövő kor igényeinek maximálisan megfeleljen. Ez úgy természetesen, hogy nem sértve a korábbi erősségeit az épületnek, tehát erényeit. Ez úgy történt, hogy ugye mivel az épületnek bizonyos funkciókat még pluszban el kellett látni, pontosabban ugye a vizes blokk, a WC, egyéb ilyen kiszolgáló egységekre szükség volt, és ez a meglévő épületbe, tehát a korábbiban nem volt beilleszthető, ezért egy bővítmény, egy bizonyos értelemben bővítése történt az épületnek a iskola felé. Ezt, hogy a régi fotókban valaki megnézi, akkor ilyen nem volt ennyire kiugró ez a timpanonos osztopos rész, tehát ami a lépcső sornál is tapasztalható. Tehát ez bővítménye az épületnek, de ugyanolyan stílusban és hangulatban készült el, mint ahogy az épületnek a régi szárnya volt. Az épületen igazából a külső homlokzatnak volt a rendbetétel, a vakolás, a kőlábazatnak a javítása, a pótlása, a fugázás, tehát akkor a kőburkolatok a környezetében. Hát a maga a gránit kocka burkolat az valahogy nem újdonságnak számított, holott ugye jól ismerjük, hogy a múlt századfordulón, illetve még a monarchia meg egyéb, tehát régi időkben, ugye hát ez volt az egyik fő burkolási anyag, amit a utakon, járdákon használtak. Őseink aztán ugye jött egy
jó 50-60-70 éves időszak, amikor ez el lett felejtve, és utána meg szintén divatba kezdett jönni, és hát ugye ez most látható az épület környezetében. Nedvesedett az épület, alulról a talaj, nedvesség a talajpára az eléggé jelen volt ugye az alap, nem csak az alap részén, hanem egészen a falak egészen nagy magasságig. Ez a felújítás során kiderült, hogy az idők során egy épület köré ugye jelentős egy ilyen 40-50 cm vastagságú földfeltöltés került. Erre aztán azt követően rá is aszfaltoztak, ami most jelenleg látható az öntött aszfalt része az iskola felüli udvaron. És ennek következtében ugye a talajvíz, hát tulajdonképpen a fal, a talaj, az a falszerkezetnek egy ilyen 40-50 cm magasságából ugye áztatta végül az épületet. Ezt ha most megnézi valaki, akkor látja, hogy a talaj vissza van úgymond sülyeztve, ott a környéken szivárgók vannak körülötte, elfolyókák, tehát amelyek úgymond a csapadékvíz elvezetését biztosítják. Még most sem, ha valaki megnézi azért a pince részt, vagy egy bizonyos részét, még most sem száradtak igazán az épületnek ezen részei. Vastag, hagyományos mészfakolatot kellett természetesen feloldani az épületre, nem lehetett olyan anyagot használni, ami ugye nem műemlék az épület, de a műemlék jelleget úgymond sérti, tehát ez ragaszkodtak természetesen a tervezők is, hát mi sem ugye tettünk ellene. Kicsit ugye az határidő egyebek miatt, meg hát az ütemezés miatt aztán úgy alakult, hogy ezt ilyen őszi, késő őszi, téli időszakba kellett vakolni, hát ez nem volt túl szerencsés, de hát ilyen meleg levegő ráfúvással és egyéb úgymond trükkökkel kellett a munkálatokat befejezni, hát ez ilyen értelemben különlegesség volt, de akkor annyira nem örültünk neki, mert hát ez egy kellemes őszi időben mondjuk sokkal praktikusabb lett volna megtenni. A helyi hírek és események összefoglalója a Közelkép ezzel a végére ért. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak, de kövessék munkánkat és üzenjenek nekünk a Twitteren is. A Zsolca TV mai adásának ismétlésének időpontját megtalálják képújság oldalainkon. A Közelkép záró szignálja után is érdemes velünk maradni, hiszen az Arckép sorozatban ezen a héten Michael Douglas és Bruce Willis magyar hangját, a kitűnő szinkronszínészt, Dörner Györgyöt ismerhetik meg, de újra jelentkezik a Kaleidoszkóp is.
felhőség alatt, a tél ikerfi a eső és hószakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs sehol egy bokor, hol meghúzhatnunk magunk. Nem vettek fel az orvosira. Ha már így rákérdezett. Nem felvételiztem, mert nem tudtam volna elég pontot vinni az orvosira, mert ellógtam a negyedik gimnáziumot, és elég kevés pontszámot gyűjtöttem össze, és ezért inkább úgy gondoltam, hogy színész leszek. És a színészi tehetség, hogyan fordult mégis a színészet felé? Tehát egy ember gondolom, nem, ha nem leszek orvos, akkor színész. Megmutatom, a mechanizmus a következő, így. Mondjuk ott a színészet, és én így fordultam arra felé. Hát mindenki jár moziba, jár színházba, mondjuk én inkább moziba jártam, hanem színházba is. Nagyon vonzott engem az, hogy filmeket csinálni, és láttam, hogy kik csinálják, hogy csinálják, és úgy gondoltam, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, sőt, még talán jobban is. És akkor mondtam, hogy na jó, hát akkor próbálkozzunk. Ott kívül a hideg, az éjség itt belül. E kettős ellenség kínos szüntelen. Amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér húr, a lepiros vérünk. Az életemnél sokkal egyszerűbb, mint hogy akadályokat megugrani, meg nem megugrani, ez nem ilyen. Ez inkább az atlétákra, azok közül is a magasugrókra jellemző. A színészek, vagy aki színész akar lenni, annak nem akadályokat kell ugrani, hanem kapnia kell talentumot a jó Istentől ahhoz, hogy közölni tudja más emberek gondolatait hitelesen. Ilyen egyszerű. Nincs mit megugrani. Én meg úgy gondoltam, hogy tudom. És a nézőtéről kapott visszajelzések alapján azt hiszem, nem jártam messze az igazságtól. Melyik szerepe volt a legkedvesebb önnek? Nekem még most is nagyon kedves szerepem a stílusgyakorlatban az egyik szereplő. Nagyon szerettem a komédiásokban a Gavin Price-ot játszani, és a vásári komédiást nagyon szerettem a háromgarasos operában, és nagyon szerettem játszani a fösvényt. Nagyon szerettem játszani a vizsgálóbírót a Dosztojevszkijbe, a Bűn és bűnhődésbe, és hát gyakorlatilag majdnem mindegyik szerepemet felsorolhatnám, ha eszembe jutnának. De most pillanatnyilag ennyi jut eszembe, mert ezek nagyon jók voltak. És azért nem hagyom ki a Platonovot, a főiskolai vizsga előadást. A családja hogyan fogadta ezt a döntést, hogy nem orvos lesz? Kitörő örömmel. Hát egész pontosan sehogy, mert hát az apám az nem igazán foglalkozott vele, a nagymamám az pedig örült neki, hogy na hát a unokájából színész lesz. És el is jött a vizsga előadásaimra, és nagyon élvezte. Amit nem szeretett, akkor azt meg is mondta, és többnyire igaza volt. Az édesapja miért nem foglalkozott ezzel? Hát mert nem volt neki olyan nagy durranás az, hogy valaki színész. Hát, apám villanyszerelő volt, hát színész bárki lehet. Hát mindenki tud színészkedni, ott alakoskodik a színpadon, vagy a kamera előtt. Ugye, hát nem egy nagy durranás az. Villanyszerelni azt igen, az macerás, fölmászni az oszlopra, kábeleket húzogatni, csavarhúzóval, meg csupaszolni, hát az igen, az meló. Meg vésni falakat, színészet, hát zakóba, ingbe oda menni, és akkor röfögni valamit a nagy érdemének, nem egy nagy durranás. Hát valószínűleg ezt gondolta apám. De nagyon kedves ember volt. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk. Részünk minden jó, de szabadok vagyunk. A színésznek pedig hát ebből a szempontból könnyebb dolga van, mint egy villanyszerelőnek, mert a villanyszerelő dolga nem nagyon látszódik, a színészé meg igen. Az a lényege, hát valószínű, hogy a villanyszerelők azért nem lesznek színészek, mert nem szeretik mutogatni a munkájukat. Az pedig hát ugye elég furcsa lenne egy színházi előadásban azt látni, hogy villanyszerelők konnektort javítanak, szóval bár annak is megvan a maga vája. Kutyára! Sülölt az ivatar a felhős híd alatt, a tél ikerfia eső és hószakad. Mi gondolt rá? Miénk a konyha szeglete? Felséges jó urunk helyeztetett ide, s gondunk éteres. Gazdánk, ha jól lakik, maradt még asztalán, s még a maradék. Nek, hogy szerepálom ilyenek föl nem merültek az életemben, hiszen mi a francnak? Hát most
volt például egy film, a Laura, ez volt a címe, és a Böszörményi Géza rendezte, és abban, hát ez volt a legjobb szerep, a női főszerep, a Laura, hát és én azt szerettem volna természetesen eljátszani, de hát ugye ez fizikai képtelenség, ezért nem mondhatom azt, hogy az lett volna egy szerepálmom, mint hogy a Júliát se játszhatnám el, mert hogy a Rómeót játszhatnám el, de ez sem volt szerepálmom. És mégis megtaláltak szerepek. Például nem is ismertem a komédiásokat, amit eljátszottam, amit ha ismertem volna, valószínű, hogy azt mondtam volna, hogy úgy eljátszanám ennek a főszerepét, de mivel nem tudtam, hogy ez a dráma létezik, az úgy megtalált engem. Ő tudta, hogy én létezek, és oda jött hozzám. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. No de egy csomó befor. Haragoltál, urunk, ismét magához én. És mi nyáljuk boldogat, kegyelmes. Az ember az nem tudatosan él, az ember él, csak egyszerűen, nincs jelzője, az él. Az, hogy mikor ébredtem öntudatra, ezek nincsenek ilyenek. Szóval ez az ember neked eszébe nem jut. Amikor így megkérdezik, akkor gondolkozik, hogy mi az, hogy öntudat, meg mi az, hogy ébredtem öntudatra. Semmi, én soha nem ébredtem öntudatra, én mindig csak éltem. Most is csak élek, és nincs ilyen, hogy öntudat. Proletár öntudat, igen, ez tanították nekünk az általános iskolába. Az igen, az lidérces volt. Van egy ilyen Beatrice dal, hogy optimistán bele a reménytelenségbe. Fölhívta a nagyferót, mondtam, hogy ez nagyon jó. Annak a refrénje ez, hogy köpök rá, ha hülyének néznek, optimistán bele a reménytelenségbe. Nagyon jó. Hát ez nagyon is igaz. És mondtam, hogy nem követek el plágiumot, ha ezt használom az előadó estem című, azt mondja, hogy örülök neki. Hát azóta ez a című, hogy optimistán bele a reménytelenségbe. Ez nagyon tükrözi a mai magyar valóságot, azt hiszem. Optimistának kell lenni, de azért tudjuk, hogy milyen reménytelen helyzetben vagyunk. De optimistán vagy a reménytelenségben. Egy másik ember teszi boldoggá, vagy több másik ember teszi boldoggá. Szakmai sikerek azok nem tesznek boldoggá, különben is az kétes. Ki tudja azt, hogy az valóban szakmai sikere? Az, aki azt mondja, vagy aki leírja? Egyáltalán nem biztos, hogy azt sikernek kell elkönyvelni. Lehet, hogy ez nagy kudarc, csak nem mondja meg szerencsétlennek senki, éppen az ellenkezőjét állítják. Nap mint nap tanúi lehetünk ennek, ha éppen mondjuk különböző tévécsatornákon szörfölünk, láthatjuk a legnagyobb borzalmakat, és olvashatjuk róla, hogy milyen fantasztikusan jó. Hát ez átverés, ez butaság, ez hazugság. Tehát az embert ez nem teheti boldoggá. Boldogtalanná annál inkább, ennek is nap mint nap tanúi vagyunk, hogy boldogtalanok lesznek azok, akiknek azt hazudják, hogy milyen ügyesek és milyen jók. Mert kiderül az ellenkezője előbb-utóbb. És akkor azt teheti boldoggá, ha van egy olyan ember, akit nem érdekel, hogy ő mit, hogy teljesített szakmailag, hanem csak egyszerűen szereti azért, mert van, magáért szereti. Az boldogsággal tudja eltölteni az embert. Azon kívül az is boldogsággal tud eltölteni. Például, hogyha egy általam nagyon kedvelt sportoló nyer, vagy egy általam nagyon szeretett zeneművet élőben hallok, az óriási nagy boldogsággal tölt el, de még az is, hogyha csak gépről hallom, az is nagy boldogsággal tud eltölteni, mert az, amit a zene ad, az egy Isten áldása. Az a rezgés, amit a jó zene az embernek továbbad, testében rezeg tovább, az gyógyszer, az valami mennyei gyógyszer, és ez nagyon fontos az emberek életében. És hát az a szeretet, az is egy nagyon nagy élvezet, az is boldoggá tesz, ha látom azt, hogy örömöt tudok okozni valakinek, valakiknek. És mi az, ami elszomorítja a mai világban, ha körülnéz? Ezen kívül minden más elszomorít. Elszomorít az E241, bár lehet, hogy azt azért szeretem, de azt mégsem mondhatom, hogy jó napot kívánok, kérek 10 dek a E241-et, és 8 dek a E238-at. Szóval ezek elszomorítanak, elszomorít az is, hogy ott, ahol lakom a Dunakanyarban,
nincs halbolt, tehát nem tudok normális halat venni a Dunaparton, ellentétben Tolnával, ahol azért van 4 vagy 5 halbolt a kisvárosban. Szentendrén nincs. Volt ott is, megszűnt, nem tudom miért. Úgyhogy ha én igazi halászlét akarok főzni, akkor el kell jönnöm Tolnára halat venni. Elszomorít. Ez például nagyon elszomorít. Aztán elszomorít az, hogy a körülöttem élő emberek szokása rossz irányban változik meg, és képtelen vagyok azt mondani, hogy ne! Mert úgyse hisznek nekem, nem hiszik el. Ami édes és csípős, az jó, ami keserű savanyú és hogy mondjam, nem ad olyan pillanatnyi élvezetet, az pedig nem jó. Márpedig hát a tartós élvezet, tudjuk, hogy a erős savanyú a tartós élvezet, és nem az édes, szénsavas. A nagymamám Kárpátalján Beregszászon született, és a papám még oda jártak nyaralni. És ugye hát én azért jóval a háború után születtem már, és ők olyan természetességgel beszéltek arról, hogy oda jártak nyaralni, és én ránéztem a térképre, mondtam, de hát ez a Szovjetunióban van. Hát oda nem szabad menni, hát oda még nem, hogy papír nélkül, papírral se szabad menni, sehogy nem szabad menni. És mondták, de hát akkor az még Magyarország volt. Na, az hogy lehet? Szóval majd megtanítják az iskolában. Francot tanítanak az iskolában, semmi. Az egész úgy vacak, ahogy van. Hát ugye hát, ahol leépítik az oktatást, már pedig oktatás nincs. Azok a gyerekek, akik 1989-90-ben születtek, nem tudnak olvasni. Természetesen vannak iskolák, ahol azért megtanítják a gyerekeket olvasni, de az oda a közember nem teheti be a lábát. Vannak rendi iskolák, ahol szintén már nem a régi színvonalon, de azért még mindig sokkal jobb színvonalon oktatják a gyerekeket, mint máshol. Tehát a köziskolákban, tehát amit az állam tart fenn, azok olyan mély repülésben vannak, hogy a fal adja a másikat. Olyan buták a gyerekek, hogy az hihetetlen. Olyan laposak, egydimenziósak, olyan laposak, mint egy LCD TV. Tökéletesen ez a lapos, ez a saját képére alakította a mai ifjúságot, és ez sajnos nem csak Magyarországra jellemző, mert ha csak itt lenne jellemző, akkor el lehetne menni más vidékekre jó példáért, de nem lehet, ott is ugyanilyen, csak ott talán nem ilyen gyorsan történnek a dolgok, és talán addigra meg is áll nagy részt. Itt Magyarországon ilyen közel 20 év alatt sötét elmék kupálódtak a közintézményekben, köziskolákban. Aki nem tanul meg olvasni, ugye az nem tud megtanulni tanulni sem, mivel nem tudja elolvasni azt, amit meg kéne tanulni. Nap mint nap ezt lehet visszajelzésként kapni a mostani 10-20 éves korúaktól. És az üdítő kivétel, amikor az ember egy intelligens kamasszal vagy serdülő gyerekkel találkozik. Ugye minden ország résznek meg vannak a maga jellemzői, Magyarországon is. És tudom, hogy Hajdú-Biharban milyen volt a tájszólás régen. Tudom, hogy Vas megyében milyen a tájszólás. Valószínű, hogy itt Tolnában is van valamiféle tájnyelv. Na most ezt úgy vasalták ki, mint a faszenes vasalóval a frissen mosott ruhát, vagy lepedőt. Akárhova megyek, mindenütt ugyanazt a silány, néhány szófordulatból álló beszédet hallom. Legyen az Borsodabaúj, vagy Baranya, tök mindegy. És például ez is nagyon elszomorít engem, és el kell telnie néhány generációnak, hogy ez jelentősen változni tudjon. Mert akik oktatják a hülye gyerekeket,
ők maguk is hülyék, tehát ők se tudnak semmit. Akkor nem lesz könnyű így a változás, nem? Nem, nagyon nehéz lesz. Mi kell hozzá? Hát a jó Isten. És ima a fohász, hogy segítsen. Mert valószínű, hogy az ő segítsége nélkül mi nem vagyunk elégségesek ahhoz. Hát eszközei lehetünk azért, és törekedni is kell rá, de hát olyan végesek az emberi változtatás eszközei, hogy ugye azt nem tehetjük, hogy a hát ilyen közéleti szinten nagyon sokszor fogalmazódik meg az, hogy egy jogtalan lépésre jogszerűen nem lehet válaszolni, mert ami jogtalan, az jogtalan, és hogyha az ember köti magát a joghoz, meg az erkölcshöz, akkor biztos, hogy alul marad egy erkölcstelen jogszerűtlennel szemben. De hát vagy az van, hogy az egész társadalom etikátlan, jogszerűtlen lesz, és akkor ez nem tudom ezt annyira elítélni, csak ez már nem hirtelen felindulásból lesz. Szóval ez már a halál előtti utolsó stádiumnak a föllángolása lesz, mert 90-ben valóban hirtelen felindulásból lehetett volna elzavarni a addigi helytartókat és haszonélvezőket. Ma már egy kicsit az az érzésem, hogy más attitűd, de még mindig nincs késő forradalmat csinálni, tehát az mindig aktuális, hogyha elnyomás van. Csak már egy kicsit úgy megváltoztak az emberek. Szóval eltelt 20 év, és mint mondtam, az akkor született nemzedék az nem olyan, aki egyáltalán föl tudja fogni a saját rossz helyzetét, pláne másét. Ők nem fognak forradalmat csinálni, a vénhülyéknek kell megtenni ezt, úgy érzem, azt látom, ami pedig nagyon nehéz dolog. Én jártam azóta többször Beregszászon, megnéztem, hogy hol született a nagymamám, hol korcsolyáztak, hol sikanyóztak a bérkén, a piacot, ahol ők vették a szatyorásnak valót, a szatyorás, az Kárpátalján a lecsót szatyorásnak hívja. És azért olyan szegények, hogy nem tesznek bele más, csak hagymát, paprikát és paradicsomot, meg egy kis zsírt. Kolbásza már nem nagyon jut, de az a legjobb lecsó, és a nagymamám is mindig olyan lecsót főzött, és én azt szerettem a legjobban kenyérrel tunkolni. Zengő ABC. Az aranyalma Ághegyen, Baribég, a Zöldgyepen, Círmoscica, Legelész, Csengős, Csikó, Heverész, stb. Nem fogom elmondani zséig, bár tudom. Egy néhány betűt nem tudok. Ez volt az első olvasmány élményem, aztán a tesóm könyveiből olvastam elég sokat, mert ő 3 évvel idősebb nálam, illetve 2,5-el, de már 3 évvel előbb iskolába ment, mint én, és az ő olvasókönyveiből olvastam. Tehát én már tudtam olvasni, mikor iskolába mentem, és a János Vitéz volt a nagy kedvencem, és azt meg is tanultam hosszan, az első valahány részét megtanultam a János Vitéznek, és tudtam is. Már nem tudom, de még azért valamennyit tudok belőle. Hát emlékszem gyerekkoromra, mindent volt szabad mondani. Lehetett mondani zsidó, lehetett mondani cigány. Hát ennyire hátrafelé halad a világ. A szabadság ezt jelenti. A demokrácia azt jelenti, hogy egyre szűkülünk. És nem csak etimológiailag szűkülünk, hanem agyilag is szűkülünk természetesen, hiszen nyelvében él a nemzet. Ha szedáljuk a nyelvünket, szedáljuk egyúttal az agyunkat is. A fekete az fekete, a fehér az fehér. Ezt nem lehet magyarázni, a hazát se lehet magyarázni. A haza az, ami én. Én vagyok a haza. Én. Én vagyok. Én vagyok a magyar haza, egy darab. És a többi, aki szintén így gondolja, az a másik darabja. És van, mit tudom én, hány millió darabja. Minél több, annál jobb. Ezek nem nagy szavak, nehogy azt higgyék, hogy ez egy ilyen nagy etvász, hogy haza meg haza szeretet. Ezek a világ legtermészetesebb dolgai. Csak a magyarok olyan hülyék, hogy ezt ilyen nagy púdernek gondolják, egy nagy francokat.
A hazaszeretet az alapvető dolog, az olyan, mint az oxigén vagy a víz. Arról nem is kell beszélni, mert olyan természetes, hogy megtölti a tüdőnket. Úgyhogy én ezt nem is értem, megmondom őszintén, hogy ez miért olyan nagy dolog, ha hogy valaki szereti a hazáját. Sokkal nagyobb dolog az, hogyha valaki nem szereti. Szóval arra kell felkapni a fejemet, szóval hogy egy fehér mezőbe a fekete, a különleges, nem a fehér. Hát most úgy látszik, hogy a fekete kicsit elhatalmasodott, és ezért a fehér látszik természetellenesnek, de nem az. Nem az, még egyszer hangsúlyozom. Az a szeretet az világ legtermészetesebb dolga, nem is kell magyarázni. Nem tervezek én ilyen hosszú távra, mert nincs miért. Szóval ilyen rövidebb távokra tervezek. Most valószínű, hogy a mai napon a Taklerbor lesz a főszereplő, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a Taklernak a bora, bár én vissza kell, hogy menjek ma este Leányfalura, mert holnap dolgom van, és nem tudok itt maradni, de nagyon kíváncsi. Ez például egy ilyen hosszú távú program, Takler borokat inni rendszertelenül, vagy kisebb-nagyobb rendszerességgel. Ez egy remek jó távlati cél. Mindig érdemes fölkelni, nincsenek ilyen gondolataim, hogy na most miért kell felkelni, miért érdemes. Az is a természetes dolog, hogy jó Isten adott egy életet, és én azt élem. Aztán amikor befejeződik, addig, ahogy kell, fölkelek rendre, lefekszek rendre. Szóval nincs ebben semmiféle misztikus dolog. A misztérium egész máshol van. A misztérium az a fölkeléstől a lefekvésig eltelt időszakban van, amikor az ember éli a hétköznapi életét, és abban van az igazi misztérium. Mert embernek az álmába, hát az egy más, mikor az ördög meg a jóisten harcol az ember lelkéért, és ez csak álmodja, az egy dolog. De amikor éli, tehát fölkel és éli a napját, és akkor harcol az ördög az ő lelkéért, a jóistennel, az a nagy misztérium. Hát ezért kell fölkelni, hogy eldöntse az ember, hogy kinek adja a lelkét. Ön döntött? Hogyne. Kinek a javára? Nem mondom, meg találják ki. Műsorunk támogatója és a Sztárok mosolyának varázslója a Dr. Halász Klinika. Fogpótlást egy életre. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs sehol egy bokor, hol meghúzhatunk magunk. Nem vettek fel az orvosira. Ha már így rákérdezett. Nem felvételiztem, mert nem tudtam volna elég pontot vinni az orvosira, mert ellógtam a negyedik gimnáziumot, és elég kevés pontszámot gyűjtöttem össze, és ezért inkább úgy gondoltam, hogy színész leszek. És a színészi tehetség. Hogy hogyan fordult mégis a színészet felé? Tehát egy ember gondolom nem tudja, ha nem leszek orvos, akkor színész. Megmutatom, a mechanizmus a következő, így. Mondjuk ott a színészet, és én így fordultam arra felé. Hát mindenki jár moziba, jár színházba. Mondjuk én inkább moziba jártam, hanem színházba is. Nagyon vonzott engem az, hogy filmeket csinálni, és láttam, hogy kik csinálják, hogy csinálják, és úgy gondoltam, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, sőt, még talán jobban is. És akkor mondtam, hogy na jó, hát akkor próbálkozzunk. Ott kívül a hideg, az éjség itt belül. E kettős ellenség kínos szüntelen. Amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér húr, a lepiros vérünk. Az életennél sokkal egyszerűbb, mint hogy akadályokat megugrani, meg nem megugrani, ez nem ilyen. Ez inkább az atlétákra, azok közül is a magasugrókra jellemző. A színészek, vagy aki színész akar lenni, annak nem akadályokat kell ugrani, hanem kapnia kell talentumot a jó Istentől ahhoz, hogy közölni tudja más emberek gondolatait hitelesen. Ilyen egyszerű. Nincs mit megugrani. Én meg úgy gondoltam, hogy tudom. És
a nézőtéről kapott visszajelzések alapján azt hiszem nem jártam messze az igazságtól. Melyik szerepe volt a legkedvesebb önnek? Nekem még most is nagyon kedves szerepem a stílusgyakorlatban az egyik szereplő. Nagyon szerettem a komédiásokban a Gavin Price-ot játszani, és a vásári komédiást nagyon szerettem a háromgarasos operában, és nagyon szerettem játszani a fösvényt, nagyon szerettem játszani a vizsgálóbírót a Dostojevszkijbe, a Bűn és bűnhődésbe, és hát gyakorlatilag majdnem mindegyik szerepemet felsorolhatnám, ha eszembe jutnának. De most pillanatnyilag ennyi jut eszembe, mert ezek nagyon jók voltak. És azért nem hagyom, hogy a Platonovot, a főiskolai vizsga előadást. A családja hogyan fogadta ezt a döntést, hogy nem orvos lesz? Kitörő örömmel. Hát egész pontosan sehogy, mert hát az apám az nem igazán foglalkozott vele, a nagymamám az pedig örült neki, hogy na hát a unokájából színész lesz. És el is jött a vizsga előadásaimra, és nagyon élvezte. Amit nem szeretett, akkor azt meg is mondta, és többnyire igaza volt. Az édesapja miért nem foglalkozott ezzel? Hát mert nem volt neki olyan nagy durranás az, hogy valaki színész. Hát apám villanyszerelő volt, hát színész bárki lehet. Hát mindenki tud színészkedni, ott alakoskodik a színpadon, vagy a kamera előtt. Ugye, hát nem egy nagy durranás az. Villanyszerelni azt igen, az macerás, fölmászni az oszlopra, kábeleket húzogatni, csavarhúzóval, meg csupaszolni, hát az igen, az meló. Meg vésni falakat. Színészet, hát zakóba, inkbe oda menni, és akkor röfögni valamit a nagy érdemének, nem egy nagy durranás. Hát valószínűleg ezt gondolta apám, de nagyon kedves ember volt. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk. Részünk minden jó, de szabadok vagyunk. A színésznek pedig hát ebből a szempontból könnyebb dolga van, mint egy villanyszerelőnek, mert a villanyszerelő dolga nem nagyon látszódik, a színészé meg igen. Az a lényege, hát valószínű, hogy a villanyszerelők azért nem lesznek színészek, mert nem szeretik mutogatni a munkájukat. Az pedig, hát ugye elég furcsa lenne egy színházi előadásban azt látni, hogy villanyszerelők konnektort javítanak, szóval bár annak is megvan a maga vája. Kutyára! Sülölt az ivatar a felhős híd alatt, a tél ikerfia eső és hószaka. Mi gondol? Miénk a konyha szeglete? Felséges jó urunk helyeztetett ide, s gondunk ételre sincs. Gazdánk, ha jól lakik, maradt még asztalán, s miénk a maradék? Nek, hogy szerep álom ilyenek föl nem merültek az életemben, hiszen mi a francnak? Hát most volt például egy film, a Laura, ez volt a címe, és a Böszörményi Géza rendezte, és abban, hát ez volt a legjobb szerep, a női főszerep a Laura, hát és én azt szerettem volna természetesen eljátszani, de hát ugye ez fizikai képtelenség, ezért nem mondhatom azt, hogy az lett volna egy szerepálmom, mint hogy a Júliát se játszhatnám el, mert hogy a Rómeót játszhatnám el, de ez sem volt szerepálmom. És mégis megtaláltak szerepek, például nem is ismertem a komédiásokat, amit eljátszottam, amit ha ismertem volna, valószínű, hogy azt mondtam volna, hogy úgy eljátszanám ennek a főszerepét, de mivel nem tudtam, hogy ez a dráma létezik, az úgy megtalált engem. Ő tudta, hogy én létezek, és oda jött hozzám. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. No, de egy csont befor. Haragoltál, urunk, ismét magához én, s mi nyáljuk boldogat kegyelmes Az ember az nem tudatosan él, az ember él, csak egyszerűen, nincs jelzője, az él. Az, hogy mikor ébredtem öntudatra, ezek nincsenek ilyenek. Szóval ez az ember neked eszébe nem jut. Amikor így megkérdezik, akkor gondolkozik, hogy mi az, hogy öntudat, meg mi az, hogy ébredtem öntudatra. Semmi, én soha nem ébredtem öntudatra, én mindig csak éltem. Most is csak élek, és nincs ilyen, hogy öntudat. Proletár öntudat, igen, ez tanították nekünk az általános iskolába. Az igen, az lidérces volt. Van egy ilyen Beatrice dal, hogy optimistán bele a reménytelenségbe. Fölhívtam a nagyferót, mondtam, hogy ez
nagyon jó. Annak a refrénje ez, hogy köpök rá, ha hülyének néznek, optimista vele a reménytelenségbe. Nagyon jó. Hát ez nagyon is igaz. És mondtam, hogy nem követek el plágiumot, ha ezt használom az előadóestem című, azt mondja, hogy te, hogy örülök neki. Hát azóta ez a című, hogy optimistán bele a reménytelenségbe. Ez nagyon tükrözi a mai magyar valóságot, azt hiszem. Optimistának kell lenni, de azért tudjuk, hogy milyen reménytelen helyzetben vagyunk. Te optimistán! Egy másik ember teszi boldoggá, vagy több másik ember teszi boldoggá. Szakmai sikerek azok nem tesznek boldoggá, különben is az kétes. Ki tudja azt, hogy az valóban szakmai sikere? Az, aki azt mondja, vagy aki leírja? Egyáltalán nem biztos, hogy azt sikernek kell elkönyvelni. Lehet, hogy ez nagy kudarc, csak nem mondja meg szerencsétlennek senki, éppen az ellenkezőjét állítják, nap mint nap. Tanúi lehetünk ennek, ha éppen mondjuk különböző tévécsatornákon szörfölünk, láthatjuk a legnagyobb borzalmakat, és olvashatjuk róla, hogy milyen fantasztikusan jó. Hát ez átverés, ez butaság, ez hazugság, tehát az embert ez nem teheti boldoggá. Boldogtalanná annál inkább, ennek is nap mint nap tanúi vagyunk, hogy boldogtalanok lesznek azok, akiknek azt hazudják, hogy milyen ügyesek és milyen jók. Mert kiderül az ellenkezője előbb-utóbb. És akkor azt teheti boldoggá, ha van egy olyan ember, akit nem érdekel, hogy ő mit, hogy teljesített szakmailag, hanem csak egyszerűen szereti azért, mert van, magáért szereti. Az boldogsággal tudja eltölteni az embert. Azon kívül az is boldogsággal tud eltölteni, például, hogyha egy általam nagyon kedvelt sportoló nyer, vagy egy általam nagyon szeretett zeneművet élőben hallok, az óriási nagy boldogsággal tölt el, de még az is, hogyha csak gépről hallom, az is nagy boldogsággal tud eltölteni, mert az, amit a zene ad, az egy Isten áldása. Az a rezgés, amit a jó zene az embernek továbbad, testében rezeg tovább, az gyógyszer, az valami mennyei gyógyszer, és ez nagyon fontos az emberek életében. És hát az a szeretet, az is egy nagyon nagy élvezet, az is boldoggá tesz, ha látom azt, hogy örömöt tudok okozni valakinek, valakiknek. És mi az, ami elszomorítja a mai világban, ha körülnéz? Ezen kívül minden más elszomorít. Elszomorít az E241, bár lehet, hogy azt azért szeretem. De azt mégsem mondhatom, hogy jó napot kívánok, kérek 10 dek a E241-et, és 8 dek a 2, ha E238-at. Szóval ezek elszomorítanak, elszomorít az is, hogy ott, ahol lakom, a Dunakanyarban, nincs halbolt, tehát nem tudok normális halat venni a Dunaparton, ellentétben Tolnával, ahol azért van. 4 vagy 5 hal volt a kisvárosban. Szentendrén nincs. Volt ott is, megszűnt, nem tudom miért. Úgyhogy ha én igazi halászlét akarok főzni, akkor el kell jönnöm Tolnára halat venni. Elszomorít. Ez például nagyon elszomorít. Aztán elszomorít az, hogy a körülöttem élő emberek szokása rossz irányban változik meg, és képtelen vagyok azt mondani, hogy ne! Mert úgyse hisznek nekem, nem hiszik el. Ami édes és csípős, az jó, ami keserű savanyú és, hogy mondjam, nem ad olyan pillanatnyi élvezetet, az pedig nem jó. Márpedig, hát a tartós élvezet tudjuk, hogy a erős savanyú a tartós élvezet, és nem az édes, szénsavas. A nagymamám Kárpátalján Beregszászon született, és a papám még oda jártak nyaralni. És ugye hát én azért jóval a háború után születtem már, és ők olyan természetességgel beszéltek arról, hogy oda jártak nyaralni, és én ránéztem a térképre, mondtam, de hát ez a Szovjetunióban van. Hát oda nem szabad menni, hát oda még nem, hogy papír nélkül papírral se szabad menni, sehogy nem szabad menni. És mondták, de hát akkor az még Magyarország. Na, az hogy lehet? Szóval majd megtanítják az iskolában.
Az egész úgy vacak, ahogy van. Hát ugye hát, ahol leépítik az oktatást, már pedig oktatás nincs. Azok a gyerekek, akik 1989-90-ben születtek, nem tudnak olvasni. Természetesen vannak iskolák, ahol azért megtanítják a gyerekeket olvasni, de az oda a közember nem teheti be a lábát. Vannak rendi iskolák, ahol szintén már nem a régi színvonalon, de azért még mindig sokkal jobb színvonalon oktatják a gyerekeket, mint máshol. Tehát a köziskolákban, tehát amit az állam tart fenn, azok olyan mély repülésben vannak, hogy a fal adja a másikat. Olyan buták a gyerekek, hogy az hihetetlen. Olyan laposak, egydimenziósak, olyan laposak, mint egy LCD TV. Tökéletesen ez a lapos, ez a saját képére alakította a mai ifjúságot, és ez sajnos nem csak Magyarországra jellemző, mert ha csak itt lenne jellemző, akkor el lehetne menni más vidékekre jó példáért, de nem lehet, ott is ugyanilyen, csak ott talán nem ilyen gyorsan történnek a dolgok, és talán addigra meg is áll nagy részt. Itt Magyarországon ilyen közel 20 év alatt sötét elmék kupálódtak a közintézményekben, köziskolákban. Aki nem tanul meg olvasni, ugye az nem tud megtanulni tanulni sem, mivel nem tudja elolvasni azt, amit meg kéne tanulni. Nap mint nap ezt lehet visszajelzésként kapni a mostani 10-20 éves korúaktól. És az üdítő kivétel, amikor az ember egy intelligens kamasszal vagy serdülő gyerekkel találkozik. De minden ország résznek megvannak a maga jellemzői, Magyarországon is. És tudom, hogy Hajdú-Biharban milyen volt a tájszólás régen. Tudom, hogy Vas megyében milyen a tájszólás. Valószínű, hogy itt Tolnában is van valamiféle tájnyelv. Na most ezt úgy vasalták ki, mint a, nem is tudom, mint a faszenes vasalóval a frissen mosott ruhát, vagy lepedőt. Akárhova megyek, mindenütt ugyanazt a silány, néhány szófordulatból álló beszédet hallom. Legyen az Borsodabaúj, vagy Baranya, tök mindegy. És például ez is nagyon elszomorít engem, és el kell telnie néhány generációnak, hogy ez jelentősen változni tudjon. Mert akik oktatnak, oktatják a hülye gyerekeket, ők maguk is hülyék, tehát ők se tudnak semmit. Akkor nem lesz könnyű így a változás, nem? Nem, nagyon nehéz lesz. Mi kell hozzá? Hát a jó Isten. És ima a fohász, hogy segítsen. Mert valószínű, hogy az ő segítsége nélkül mi nem vagyunk elégségesek ahhoz. Hát eszközei lehetünk azért, és törekedni is kell rá, de hát olyan végesek az emberi változtatás eszközei, hogy ugye azt nem tehetjük, hogy a hát ilyen közéleti szinten nagyon sokszor fogalmazódik meg az, hogy egy jogtalan lépésre jogszerűen nem lehet válaszolni, mert ami jogtalan, az jogtalan. És hogyha az ember köti magát a joghoz, meg az erkölcshöz, akkor biztos, hogy alul marad egy erkölcstelen jogszerűtlennel szemben. De hát vagy az van, hogy az egész társadalom etikátlan, jogszerűtlen lesz, és akkor ez nem tudom ezt annyira elítélni, csak ez már nem hirtelen felindulásból lesz. Szóval ez már a halál előtti utolsó stádiumnak a föllángolása lesz, mert 90-ben valóban hirtelen felindulásból lehetett volna elzavarni a addigi helytartókat, és
haszonélvezőket. Ma már egy kicsit az az érzésem, hogy más attitűd, de még mindig nincs késő forradalmat csinálni, tehát az mindig aktuális, hogyha elnyomás van. Csak már egy kicsit úgy megváltoztak az emberek, szóval eltelt 20 év, és mint mondtam, az akkor született nemzedék az nem olyan, aki egyáltalán föl tudja fogni a saját rossz helyzetét, pláne másét. Ők nem fognak forradalmat csinálni, a vénhülyéknek kell megtenni ezt, úgy érzem, azt látom, ami pedig nagyon nehéz dolog. Én jártam azóta többször Beregszászon, megnéztem, hogy hol született a nagymamám, hol korcsolyáztak, hol sikanyóztak a vérkén, a piacot, ahol ők vették a szatyorásnak valót, a szatyorás, az Kárpátalján a lecsót szatyorásnak hívja. És azért olyan szegények, hogy nem tesznek bele más, csak hagymát, paprikát és paradicsomot, meg egy kis zsírt. Kolbásza már nem nagyon jut, de az a legjobb lecsó, és a nagymamám is mindig olyan lecsót főzött, és én azt szerettem a legjobban kenyérrel tunkolni. Zengő ABC. Az aranyalma Ághegyen, Baribég a zöldgyepen, Círmostica legelész, Csengős Csikó heverész, stb. Nem fogom elmondani zsíjig, bár tudom. Egy néhány betűt nem tudok. Ez volt az első olvasmány élményem, aztán a tesóm könyveiből olvastam elég sokat, mert ő 3 évvel idősebb nálam, illetve 2,5-el, de már 3 évvel előbb iskolába ment, mint én, és az ő olvasókönyveiből olvastam. Tehát én már tudtam olvasni, mikor iskolába mentem, és a János Vitéz volt a nagy kedvencem, és azt meg is tanultam hosszan, az első valahány részét megtanultam a János Vitéznek, és tudtam is. Már nem tudom, de még azért valamennyit tudok belőle. Hát emlékszem gyerekkoromra, mindent volt szabad mondani. Lehetett mondani zsidó, lehetett mondani cigány. Hát ennyire hátrafelé halad a világ. A szabadság ezt jelenti. A demokrácia azt jelenti, hogy egyre szűkülünk. És nem csak etimológiailag szűkülünk, hanem hát agyilag is szűkülünk természetesen, hiszen nyelvében él a nemzet. Ha szedáljuk a nyelvünket, szedáljuk egyúttal az agyunkat is. A fekete az fekete, a fehér az fehér. Ezt nem lehet magyarázni, a hazát se lehet magyarázni. A haza az, ami én. Én vagyok a haza. Én. Én vagyok. Én vagyok a magyar haza, egy darab. És a többi, aki szintén így gondolja, az a másik darabja. És van, mit tudom én, hány millió darabja. Minél több, annál jobb. Ezek nem nagy szavak, nehogy azt higgyék, hogy ez egy ilyen nagy etvász, hogy haza meg haza szeretet. Ezek a világ legtermészetesebb dolgai. Csak a magyarok olyan hülyék, hogy ezt ilyen nagy púdernek gondolják, egy nagy francokat. A haza szeretet az alapvető dolog, az olyan, mint az oxigén vagy a víz. Arról nem is kell beszélni, mert olyan természetes, hogy megtölti a tüdőnket. Úgyhogy én ezt nem is értem, megmondom őszintén, hogy ez miért olyan nagy dolog, hogy valaki szereti a hazáját. Sokkal nagyobb dolog az, hogyha valaki nem szereti. Szóval arra kell felkapni a fejemet, szóval, hogy egy fehér mezőbe a fekete, a különleges, nem a fehér. Hát most úgy látszik, hogy a fekete kicsit elhatalmasodott, és ezért a fehér látszik természetellenesnek, de nem az, nem az. Még egyszer hangsúlyozom. Az a szeretet az világ legtermészetesebb dolga, nem is kell magyarázni. Nem tervezek én ilyen hosszú távra, mert nincs miért. Szóval ilyen rövidebb távokra tervezek. Most valószínű, hogy a mai nap a Taklerbor lesz a főszereplő, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a Taklernak a bora. Bár én vissza kell, hogy menjek ma este Leányfalura, mert holnap dolgom van, és nem tudok itt maradni, de nagyon kíváncsi. Ez például egy ilyen hosszú távú program, Taklerborokat inni rendszertelenül, vagy kisebb-nagyobb rendszerességgel. Ez egy remek jó távlati cél. Mindig érdemes fölkelni, nincsenek ilyen gondolataim, hogy na most miért kell felkelni, miért érdemes. Az is a természetes dolog, hogy
Jó Isten adott egy életet, és én azt élem. Aztán, amikor befejeződik, befejeződik. Addig, amit, ahogy kell, fölkelek rendre, lefekszek rendre. Szóval nincs ebben semmiféle misztikus dolog. A misztérium egész máshol van. A misztérium az a fölkeléstől a lefekvésig eltelt időszakban van, amikor az ember éli a hétköznapi életét, és abban van az igazi misztérium. Van embernek az álmába, hát az egy más, mikor az ördög meg a jóisten harcol az ember lelkéért, és ez csak álmodja, az egy dolog. De amikor éli, tehát fölkel és éli a napját, és akkor harcol az ördög az ő lelkéért, a jóistennel, az a nagy misztérium. Hát ezért kell fölkelni, hogy eldöntse az ember, hogy kinek adja a lelkét. Ön döntött? Hogyne. Kinek a javára? Nem mondom meg, találják ki. Köszöntöm nézőinket! Önök még mindig a Zsolca TV adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. 2010-ben is folytatódik az ország és a világ érdekességeit bemutató kisfilmes szállításunk. Mai adásunkban három témával foglalkozunk, szó lesz a téli gumi fontosságáról, a Szerencsejáték ZRT 2009-es évéről és vitamin háztartásunk téli hónapokban történő megerősítéséről is. Tartsanak velünk! Országszerte 20-30 centis hó esett a hétvégén, sok baleset történik, mert autós társaink közül sokan még mindig nyári gumival próbálnak közlekedni. Szakemberünk most azt mondja el, miért fontos a téli gumi használata. Amikor már 7 fok alá süllyed a hőmérséklet, a téli gumik felrakása nagyon időszerűvé válik. De miért is van szükség a gumicserére? Fontos tudni, hogy a nyári gumiabroncsok a hideg aszfalt hatására megkeményednek, ezért elveszítik a megfelelő tapadásukat. Vizes, illetve hidegebb aszfalton ezek a gumiabroncsok féktávolsága kétszer akkora is lehet, mint egy általános, gyengébb minőségű téli abroncsnak is. Ezért javasolt, hogy időben és mindig időben cseréljék le a nyári gumiabroncsokat téli. Miről is van szó? A nyári gumi, ha felkeményedik, hasonlóan viselkedik, mint a megfagyott vaj, ami, mint láthatjuk, nem hagy nyomot az üvegen. Márpedig, ha az autó gumia nem tapad, az balesetveszélyes. Tehát, ha 7 fok alá süllyed a hőmérséklet, vagy a gumiabroncs profilmélysége 3 mm alá esik, új téli gumiabroncsot kell vásárolni. Ezt persze laikus szemmel elég nehéz megállapítani. Ezért, ha az idő hidegre fordul, mindenképpen ajánlatos szakembert felkeresni. A hideg napok közelettével leginkább a téli gumik felhelyezésén van a hangsúly. Nem árt tisztában lennünk a kockázatokkal, hiszen akár az életünkbe is kerülhet, ha nyáriasan indulunk neki a síkossá vált utaknak. Kedves autótulajdonosok! Ne várják meg, amíg leesik az első hó. Saját biztonságuk érdekében cseréltessék le a nyári gumiaikat télire. A tavalyi évben 24 alapítvány egyesület közhasznú szervezet számára nyújtott összesen 34.860.000 forint támogatást a Szerencsejáték ZRT Miskolci területi igazgatósága, hangzott el a cég sajtótájékoztatóján. Több zsolcai eseményt is szponzoráltak, és a civil szervezetek idén is pályázhatnak a pénzügyi forrásokra. A Szerencseisten asszonya oda talál a szívósan igyekvő emberhez. Az indiai népi közmondás igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, mi szerint 2009-ben a Szerencsejáték ZRT régiónk 5 megyéjében összesen 13 milliárd forintnyi nyereményt fizetett ki. Bár az elmúlt évben a társaság árbevétele csökkent a 2008 évihez képest, így is meghaladta a tervezett összeget. 2009-es év egy kicsit azért nehéz volt itt a gazdasági körülményekre, hogyha utalok, ami ráadásul ugye itt Észak-Magyarországon még fokozottabban érvényesültek azok a hatások, amelyek az országra is azért nagyjából érvényesek voltak.
A terveinket teljesítettük, úgy a költségvetési befizetéseinket, úgy az árbevételünket, tehát a tervhez képest jónak értékelem a 2009-es évet. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy ennyit várok legalább a 2010-es évtől is. Mindenképpen sikeres évnek kell, hogy értékeljük, hiszen az árbevételi mutatók azt mutatják, hogy az évelején megfogalmazott elvárásokat bőven túlteljesítettük, mint egy 10%-kal. Igaz, hogy ez a 154 milliárd forintos éves árbevétel, ez valamivel elmarad a 2008 évitől, de azt tudjuk, hogy körülöttünk a világ, azt mondják, válságban van. Ez nálunk annyira nem érződik, de azért némi visszaesés mindenképp tapasztalható. Ezt viszont nem egy olyan jelentős nagyságú, ami azt mutatná, hogy az emberek játékkedve megváltozott volna. Ez inkább tudható annak, hogy komolyabb halmozódás 2008-ban, vagy több nagy halmozódás nem volt. Igaz, hogy volt egy 2 milliárd forint fölötti ötös találat, annak meg is volt a jótékony hatása, de összességében nem csökkent az emberek játékkedve, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mi régiónkban sem, hiszen a mi igazgatóságunk 5 megyéjének a részaránya az országos árbevételből az ugyanolyan, mint ezelőtt 2-3 évvel is volt. Mi a tapasztalatuk? Mennyire szerencsések az emberek itt ebben a régióban? Én azt gondolom, hogy szerencsések, illetve az, hogy ki hogyan éli meg, ez attól függ, hogy kit kérdezünk erről. Akinek volt nyereménye, esetleg nagyobb nyereménye, ő szerencsésnek gondolhatja magát. Akinek eddig nem volt, ő azt mondja lehet, hogy ő nem szerencsés, de hát bármikor bejöhet, ugye ez a szlogenünk. Az azt mutatja egyébként, hogy talán egy picivel szerencsésebb a régió, mint az ország többi része, hogy az országos akciókból kivett nyereményünk az arányában nagyobb, mint általában a régió árbevételi részaránya. Ez alapján viszont azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsések az itt élő emberek. A Szerencsejáték ZRT-től nem csak a szerencsés játékosok, hanem a sikeres pályázók is különböző pénzösszeget nyerhetnek. Hazánk legnagyobb szerencsejáték szolgáltatója minden évben támogatja az alapítványokat, egyesületeket és közhasznú szervezeteket. A pályázás meghatározott menetrend szerint zajlik. Itt kifejezetten különben közhasznú egyesületek és közhasznú alapítványok jöhetnek csak szóba. A elbírálás pedig a következőképpen történik. Van egy előzetes szűrés itt Miskolcon, utána ez fölkerül a szponzorációs tanácshoz Budapestre, amikinek leginkább külső tagjai vannak, és hogyha azok is egyetértenek ezekkel a társadalmi célokkal, közcélokkal, akkor lehet kimondani rá az igent jobb hiány, amit végül is a vezérigazgató úr tesz meg. Körülbelül mekkora összeget szánnak a támogatásra, illetve az adományozásra? 2009-ről tudok beszámolni csak. A tulajdonos hagyja jóvá minden éven, hogy az árbevételnek a 0,8%-ét körülbelül, amit erre a támogatásra lehet fordítani. És az úgy történik különben, hogy legalábbis eddig a területi igazgatóságok is kaptak egy keretet, amit a saját területükön tudnak kiadni. A játékos kedvűeket ebben az évben is a már megszokott akciók várják, de az idei év sem marad újdonságok nélkül. Új játékunk igazából nem lesz 2010-ben, de tulajdonképpen új játék lehetőséggel találkozhatnak a vásárlóink, hiszen átlagosan két havonta egy-egy új sorsegyet meg fogunk jelentetni. Ez azt is jelenti, hogy a régi választékból szintén ugyanennyi meg is fog szűnni, tehát folyamatosan 12-14 féle sorsjeggyel várjuk a vásárlóinkat, tehát sorsjegyben lesz újdonság, a hagyományos játékokban nem, új játék nem lesz. A Joker az a játékunk, ami novembertől egy picit megújult, és ha valakinek kedve van, akkor akár saját számot is játszhat már rajta. A játék izgalma és a nyerés öröme tehát 2010-ben is megmarad. Télen is fontos, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk. Vitamin háztartásunk így a hideg téli hónapokban sem borul fel, és talán sikerül elkerülni a megfázást is. Extrém ízekből és ötletekből a gasztrokreátor farkas elemér télen is kifogyhatatlan. Üdvözlöm a kedves nézőket, főzzenek velem! Csináljuk frissen csavart szőlőlevet, vagy centrifugázzuk ki. Egy mixer segítségével
chili paprikával mixeljük össze. A szőlőlevünket. És adjunk hozzá finom Imperial Design Rákóczi szilvapálinkát. Körülbelül adagonként 2-2 centet. Tegyünk a mixerünkbe jégkockákat. Öntsük hozzá a csilis szőlőlevet. Koktélos pohárba szervírozzuk. A díszítéshez ajánlunk chili paprikát, amelyet egy kis facsipesszel helyezhetünk el a koktélos pohár szélén. Szőlőkoktél szilva pálinkával. Hozzávalók: facsart piros szőlőlé, chili paprika, Imperial Design Rákóczi szilva pálinka, jégkocka. Előételünk egy bőség kehely ízelítő lesz. Belga pidi kis töltséreket fogunk megtölteni. Az elsőt megtöltjük friss tejföllel és egy különleges wasabi ízesítésű kaviárral és petrezselyem zölddel dekoráljuk. Következő, megtöltjük egy magyaros sajtkrémmel, 3-4 mm vastag szeletet vágunk a retkenyből, és kis pálcának formázva beleszúrjuk, és ugyanígy friss petrezselyem zölddel dekoráljuk. Megtöltjük egy kis vajkrémmel, és mangalica sonka rózsával dekoráljuk. A többféle ízesítésű bőségkelyhek mellé még egy különleges előételt kínálunk. Előételünket megkoronázzuk ezzel a friss retekkel, majd egy kenyér szeletből is vágunk ki egy szép szelet kenyeret, és a tál közepére helyezzük. Utána ráhelyezzük a retket, majd az előre elkészített hideg kacsa máj szeletünket, újból ráhelyezünk egy szelet retket, és egy bambusz ruddal összeszúrjuk. Bőségkehely. Hozzávalók: belga ostya, tejföl, wasabi ízesítésű kaviár, petrezselyem, magyaros sajtkrém, fehér retek, vajkrém, mangalica sonka, kenyér, kacsamáj. Következő fogásunk az ősz finom íze a sütőtökből fog készülni, egy sütőtök krémleves, csirkemellel, gyömbérrel, szerecsendióval, sárgarépával, sóval, tejszínnel és tejföllel. Veszünk a piacon egy jó érett sütőtököt. Ketté vágjuk. Majd ezt is szépen kockára földaraboljuk. Filézett csirke mellett vásárolunk a piacon.
már félig megfőtt a sütőtök és a sárgarépa, és a szépen kockára darabolt csirkemell darabjainkat a lábasba helyezzük. Jön a sütőtök krémlevesünk fűszeresése, egy jó tejás kanál gyömbért adunk hozzá. Következő fűszerünk finomra őrölt szerecsendió. Majd jól elkeverjük, és lassú tűzön puhára főzzük. Ha jó puhára főtt a zöldségeink, botmixerrel krémlevessé mixeljük. Tejföl, és folyékony, friss tejszín. És tovább mixeljük. És következik a tálalás. A sütőtök krémlevest póréhagymával, tejföllel és balzsamecettel kínáljuk a vendégeknek. Sütőtök krémleves. Hozzávalók. Sütőtök, sárgarépa, csirkemell, tejszín, tejföl, póréhagyma, balzsamecet, gyömbér, szerecsendió. A főételünk őszi ruca, hozzávalók egy kacsacomb, békönszalonna, fokhagyma, kacsamáj, spenót és sütőtök grill fűszer, és a következőképpen készítjük el. Egy bárt segítségével elvágjuk a kacsának a comb részéről a csontot, a kacsamáját felszórjuk, és a közepébe teszünk egy gereszt fokhagymát. Jobb és bal oldalról egy-egy szelet sütőtököt, és spenót levéllel beburkoljuk. Egy kacsa grill fűszerkeverékkel, fűszersóval jó megfűszerezzük. Majd kis batyút hajtunk belőle, és szeletre vágott békön szalonnába tekerjük, és előre vágunk körülbelül egy méteres spárgát, natur anyagból, hogy bírja a sütést, és szépen összekötözzük. Sütőlapra helyezzük, és fóliával betakarjuk, és lassú tűzön, 180 fokon pirosra sütjük. Szépen pirosra sült húsunkról levágjuk a zsinegeket, amivel összekötöttük, amivel szépen összetartottuk a hússzeletünket, és ide ebbe a wellness tányérnak a közepére helyezzük. Vajjal, tojássárgájával, kis tejföllel, tejjel, fehérborssal elkészült finom friss burgonyapürénket kis üvegtálkába szervírozzuk, és egy kis sült hagymával megszórjuk. A főételt tálaláskor lila hagymával, szilvával és egzotikus gyümölcsökkel díszítjük. Rucabatyú burgonyapürével. Hozzávalók: filézett kacsacomb, békönszalonna, sütőtök, spenót,
fokhagyma, kacsamáj, grillfűszer, burgonya, vaj. Kedves nézők, megkoronázzuk a mai ételsorunkat, és egy tüzes kehely, pálinkás serleggel hozzávalók. Friss mascarpone sajt, tojás, nátszukor, porcukor, vaníliás cukor, 80%-os rum, és előre sütőtököt sütöttünk és összetörtük. A mascarponét beletesszük a keverőtálba. Majd a összetört sütőtököt. Porcukrot. Vaníliás cukrot. És habosra keverjük a tökös mascarponét, betöltjük a csokoládés serlegünkbe. A megtöltött kejhet barna cukorral megszórjuk, és 80%-os rummal meglocsoljuk. Illatos rózsaszirommal megdekoráljuk. És a rummal átitatott barna cukrot meggyújtjuk. A sütőtökös mascarpone és krémet habzsák segítségével serlegbe is tölthetjük. Serleg tartóra helyezzük. A desszertet szilvával és körtével dekoráljuk. A kejheinket körtepálinkával. És Rákóczi dizájn szilvapálinkával, egy ilyen kis modern pipettával dekoráljuk. És legyenek a vendégeim az ízek világába. Jó étvágyat kívánok, a viszontlátásra! Tüzes kehely pálinkás serleggel. Hozzávalók. Sütőtök, mascarpone, tojás, nátszukor, porcukor, vaníliás cukor, 80%-os rum. Ezt láthatták, ha belenéztek ma önök is a Kaleidoszkópba, amelyet az idei évben megújult főcímmel többször láthatnak majd itt a Zsolca televízió adásában. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!